Sziasztok srácok, itt a BGM, én Ricsi vagyok, és elérkeztünk a CMT a kezdetek harmadik részéhez. Srácok, itt is állunk az előző részben megvásárolt Reefer előtt, és a csodálatos járgányunk mellett. Gyönyörű szép. Kicsit már megtört ugyan, de még bírja a harcot. Az előző rész óta eltelt időben farmozgattam egy kicsit, és buszoztam. Úgyhogy van egy kis kenyérre való, de igazából rohadtul nem sok. És ugye, ahogy ígértem, elkezdjük az illegált már ebben a részben. És ugye a Reefer-rel akartam alkatrészeket halászni. De most voltam itt. Tehát így. És gyerekek, egy kurva darab alkatrész sem volt. Úgyhogy erről leteszek, mert nekem ehhez nincs ingerenciám. Egyébként közben mondták, hogy lehet meg kire próbálni itt Rio környékén. De most még addig, mire feljutok ezzel a csotrogánnyal, hát nem éri meg szerintem, mert mire ott találnék egy alkatrészt, ami, és ráadásul mondták nekem, főleg Iszlai mesélt róla, hogy tehát végre találsz valamit, felhúzod, és egy mosógép az. Tehát, és akkor, vagy ha nem is, akkor kurva ritkán ad ravaszt, ugye, ami az egyetlen értékes dolog ezek közül, a cuccok közül. Úgyhogy ezt feladtam. Úgyhogy most adjuk is le azt a terményt, van most nálam pár darab termény, amit ültetgettem. Körülbelül egy hét telt el az előző videó óta, és két farmaratás. És jól emlékszem, három buszkör. De ugye abban benne vannak a trafik, mert még mindig nem szoktam meg, gyerekek, a másik karakter óta, hogy itt nem lehet száguldozni, mert megbasz a trafik kegyetlenül. És nem tudod kifizetni, vagy ha ki is tudod, hát nagyon-nagyon fáj, ha megbasz. És a trafi pénz az nem megy afkolásból, úgyhogy hát itt sok még a tanuló pénz a számomra. Úgyhogy itt most hát ajaj. Nem baj, felmegy, ez egy golf, ezt nem sajnáljuk. Ennek jó a futóműve. Vagy már inkább pont az, hogy leszarom a futóművét. Úgyhogy leadjuk szépen a dolgokat, amiket megtermeltünk. De most itt lesz az ennyi kijelölt pont. Ne, kár volt bejelölni őket a térképen. Meg kiszedtem őket egyesével, fasza. Úgyhogy adjuk le. Nyilván mutatom, hogy mit termeltem ebben a farm körbe. És kacok, dinnyét, vörös hagymát, retket és karalábét. Ezeket fogjuk most így eladogatni, nem bírom el, akkor tízesével. Nézzük, adjunk el 10 dinnyét. Kíváncsi vagyok, mennyit fog érte adni egyébként. Szávasz! Csá! Na, hát 371 dollár per darab áron, vagy per kiló, vagy nem is tudom. És ugye, tartsd a nyomva a space, majd engedd fel, mikor a nyíl a zöld mezőbe ér. 397 dolláron adtuk el, srácok, ez most egész jól sikerült. Direkt lenulláztam a pénzt egyébként a videó előtt, tehát mindent beraktam a bankba, hogy lássuk, hogy mennyiért, vagy mennyit farmoztunk össze ebben a körben. Következő dinnye. Kár, nem lehet amúgy megállni mellette kocsival. De mondjuk érthető, mert mindenki ott áldogálna mellette, és nem lehetne hozzáférni. Na, lássuk a medvét. Ez már csak 317 dollárért sikerült. Rip. Nem baj, van még dinnye. Lehet jobban szét kéne stackelnem aztán, hogyha nem sikerül, nem fáj annyira. Várjál. 5. Azt igen, ezt megpróbálom két 5-ös pakba eladni. Hát elbírok még egy 5-öset? Nem. Jó.
ötösével. Hát akkor kevésbé leszek béna, vagy hát nagy számok törvény, egyszer csak eladom jól. Ne, nem. Most az a baj, túl közel volt. Ha messze van, sokkal egyszerűbb. De nem baj, mert direkt szétszedtük. Na. Gyerünk! Most ez jó? 397 dollár. Yeah! Jó, még van egy ugyanilyen kör. És akkor utána vannak a répa, meg a karalábű. Meg a retek. 5. 5. Na, vannám 10.000 dolcsi. Tehát rohadtul megéri ez a farmozás, gyerekek, és viszonylag passzív egyébként a bevétel, mert így megülteted, mint tudom én, kerül egy órába, főleg ha már belejössz a végén, hogy akkor milyen tempóban, meg hogy bírod a jobban, meg közel találsz farmot a csaphoz, meg két öntözőkannával mész, tehát fel lehet ezeket a folyamatokat gyorsítani. Na. Gyerünk, koncentrálni. A picsába. Nem baj. Pedig most amúgy jó helyen volt. A zöldség. Megint túlszaladt a kurványát. Jó, nem baj. 1500 is pénz. Mondjuk 10-esével olyan számomra tényleg jobb lenne eladni, hogy jobban látható lenne a különbség, de nyilván ennek utána lehet számolni, biztos ennyi. Jó, ez mind elfér nálam egybe. 7 retek, 6 karalábi, 1 vörös hagyma. Illetve pár. Az legutóbb azt berakom a kocsiba, mert az eddig hiányzott, és nekem még jogsim sincs, azt hiszem. Úgyhogy majd azt is le kell ezt tenni egyszer, de talán az majd máskor. Ja, közben nem a dinnyéshez kéne jönni. Paprika, görögdinnye, retek, retek. Hello, ezt is két felé veszem egyébként. Biztos, ami biztos alapom. 950 dollár jelenleg darabára, és ha jól eladom, akkor nem tudom mennyi lesz. Nézzük. Az meg. 950. Semmi gond. Hát ezt nem sikerült jól eladni, srácok, de nem baj. Vörös hagyma, abból egy darab van. Így össze-vissza ültetgettem egyébként, csak hogy nagyjából átlássam a végére, hogy ez... És ez persze sikerült jól eladni, 1188 dollár. Karalábé. Na, ezt is kettészerem. Nem kockáztatunk. Jó. Gyerünk, menni fog. Ez sikerült jól eladni, nagyon zsír. Menni fog a második kör is, érzem. És ment is, ennyi, easy. Hello. Kurva jó. 28.446 dollárt kerestünk. Ezzel a farm körrel, de még van elszáradt növény, amit basztam locsolni, úgyhogy gyicsi. De mindegy. Van egy kis apró pénzünk, és én azt mondom, hogy szerezzünk egy kis fegyvert. Srácok, az előző adásokban említettem, hogy ezen a karakternek a nevén van egy ilyen szutyog kis autó. De ez a szutyog kis autó most pont kapóra fog jönni nekünk, mert mindenki, aki bele akar kezelni az illegálba, annak kell egy tároló egység, vagy egy tároló jármű, amúgy a ház a legjobb egy széffel, de nyilván ezt az elején nem engedheti meg magának az ember, úgyhogy itt egy jó kis alternatíva, arra, hogy valahol tárold az illegális cuccaidat, illetve még egy majd kelleni fog nekem, legalábbis ahogy én elgondoltam, hogy hogy fogok bizniszeket kötni, hogy minél kevesebb eséllyel csukjanak le. Úgyhogy először is ezen az autón elvégzünk néhány átadakítást ahhoz, hogy optimálisabb legyen erre a funkcióra. Egyébként pont annyira van szarrá rozsdálva, hogy teljesen jó ehhez, tehát annyira adom, tök autentikus lesz. Úgyhogy kivágjuk belőle az alvásszámot,
leszedjük róla a rendszámot, meg ilyen apróságok, úgyhogy el is húzok flexért. Veszünk valami kis erre való dolgot a hobbyboltban. Azt hiszem még az éjszakinál van. Ezt a kis telephelyet néztem ki egyébként magamnak, hogy na ez lesz az én illegális búvóhelyem itt. Úgyhogy jó lesz. Igen, ott a hobbybolt. Bazd meg! Trafi, na mindegy. Van most píz. Van ebbe a pillanatban. Na, veszünk valami erre alkalmas dolgot. Hogy semmiféleképpen ne tudják majd a mi nevünkhöz kötni ezt a járművet. Ja, egy flex az pont jó lesz erre. Illetve még a benzinkúton is nézünk egy kis dolgot. Ami még hasznos lehet. Még neki jár feljebb. Miért nem tudok lelassítani? Most nem tudok ezzel mit csinálni. Na nézzük, milyen hasznos dolgok lehetnek még itt számunkra a benzinkúton. Hát, gyerekek, nem sok minden. Veszünk egy benzines kannát. Azért ez biztos, hogy biztos alapom. Az azért úgy alapvetően jól szokott jönni. Most ebbe tudok tankolni, most így folyik ki a rákba, de most vajon ebbe megy bele? Jó, ezt amúgy nem vágom, úgyhogy... Igen. Nem tudom, hogy fizessen ki. Segítünk a kezdőjátékosnak. Van bent egy úr, aki csak ezzel foglalkozik. Alá kell majd írni a számlát. Megmutatom. Ezt kell mennie. Megmutassa. Segítünk neki, kap egy tollat is tőlem. Csak akkor most nekem is venni kell egy tollat. Nem baj, ez a 20 dolcsit megérte. Hogy boldoguljon az úriember. Aha, és akkor most így tudnám elvileg megtankolni az autót. Mindegy, nem ezért vettem a benzines kannát. Egyébként. Most még elvégzünk egy-két módosítást a járművön. És ahhoz kell. Mégpedig azért, hogy semmiképpen... Opa, egyel feljebb. Semmiképpen sem lehessen hozzánk kötni az autót. Tehát egy esetleges letartóztatás esetén, és nálam nincs semmi illegál, és ezt az autót megtalálják és kinyitják, és tele van, ne lehessen azt mondani, hogy már pedig ez az én autóm.
Na, kezdjük is neki. És már elvileg nincs tele a benzines kanna, attól gyakorlatilag a kezembe van, majd bele fogom tölteni a szüzemanyagot ebben. Felnyitjuk a háztetőt. Átitatódik benzinnel. Erre azért lesz szükség, srácok, hogy minden ujjanyomatot le fog takarítani az autóra. A rongyból csöpög az a benzin. Jobb kezével. Lévő felületet. Szint lemart róla minden szennyeződést, és új lenyomatot. Ugye, mivel láthatóan nincs ablak, de ezért elkészük lesz is túl. A sofőr oldalon nincs ablak. Majd a kormányt és a sebváltót is áttörölgeti a rongyal. Ez a kart. Meghúz, inkább úgy írom, egy kart a kormány mellett a rongyal a kezében. Duha motor. Háztető felkattanás. Ugye kiszedjük skacok az akkumulátort, hogy esetleg ne tudja más elvinni, vagy valami hasonlót kezdeni vele. Majd kitámasztja. Jó, egyelőre még ezt hagyjuk, még amíg benzines a rongyunk. Még a kincset is áttöröljük, és nem is tudom, hogy még mit lenne érdemes áttörölni az autón. A csomagtartót azt rendszeresen fogjuk használni, tehát ez a rongy és a benzines kanna ez be fog kerülni ide a csomagtartóba mindenféleképpen. Hogy ugye ezt minden használat előtt, után, illetve csak utána, meg tudjuk ejteni ezt a törölgetést, úgyhogy le is tesszük a rongyot. Elővesszük a flexet. Ugye feltételezzük, hogy szarrá van rozsdálva egyébként ez az autó, tehát az alapvető csavarok, a funkciókat már annyira nem látják el, mármint így tekerés szempontjából, tehát ezt felejtsük el, hogy le fogjuk tudni tekerni, szerintem az akkumulátor sarut. Úgyhogy levágjuk a rákba. Úgy fogom csinálni egyébként, hogy alapvetően majd visszahelyezhető legyen, tehát csak a csavarokat vágom le, hogy ha esetleg tényleg odébb kell költözni, akkor ez kivitelezhető legyen.
Jó, hát nagyjából elkészültünk. Ja, nem, hát még az egyik legfontosabb dolog, hogy semmiképpen ne lehessen a nevemre kötni az autót. Most tök jó, hogy megszabadultunk minden ujjanyomattól, de a lényeg az alvásszám még ugye alatta van. Úgyhogy vegyük fel a flexet. Tehát a benzines kannával együtt nem lehet animozni. Na ezt mindjárt beletöltjük ebbe, aztán el fog tűnni a kezünkből. Legalábbis remélem. Ja, eltűnt, jó. És azt hiszem, hogy fixve. Fix car. Aha, fix car, oké. Okay. Csak a másik irányba. Jó, tehát akkor... Kivágtuk az alvász számot is. Elviekben minden fasz, bedobjuk még a flexet ide hátra. Remélhetőleg senki nem akarja majd ellopni a járművet. És bezártuk. Srácok, megvan a tárolóautónk, amit mindenféle nyomot eltüntettünk róla, úgyhogy elvileg ilyen fasza, úgyhogy vegyünk be, de most már illegált. Elsődleges körben egyébként Colt 45-öt akarnék venni, mivel azt megtapasztalva kurva egyszerű eladni. De az AK-tól sem riadok meg, és illetve kisgépekkel az a baj, hogy azoknak nem ismerem annyira az árát. Hogy azok hogy mozognak, és azzal lehet, hogy nem tudnék jó üzletet kötni. Azért az AK és a Colt azért az megy. Úgyhogy hirdessünk is. Színionba hirdetünk ugye ehhez hasonló dolgokat, Colt 45 érdekel. Na és hát addig várunk, amíg nem érkezik valamilyen ajánlat. One eternity later. Srácok, közben nem Coltot veszünk, ami ugye alapvetően az én tervem volt első körben, senki nem ad el. Szóval most hirdettek 126 darab alkálőszert, úgyhogy megpróbálunk erre megalkudni, és ezt drágában továbbadni, mert ennek amúgy elég jól ismerem az árat. 550-et ajánlottam egyébként kezdő ajánlatnak, most 650-nél járunk. 570 fel tudnék menni. Menni. $600 meg tudunk állapodni. Hát játszunk be egy 590-et. $590 tud még érte adni. Na, 600-ban meg tudunk állapodni, az jó, mert ezt 650-ben tényleg el lehet adni. Úgyhogy elvileg ezzel nem lesz probléma. Nagy kaszinó. Találkozzunk. Na, megtörténik az első illegális üzlet megkötése.
mondjuk... Egyébként már most elmegyek egyébként nagy kaszinó elé, hát hogy kiszúrom az űrgét, és... jobban meg tudok róla győzősödni, hogy tényleg nem enni. Egyébként felőlem itt is megköthetjük az üzletet, most nekem különösebben nem azt nem szoroz. Elmegyünk majd egy sikátorba, vagy valami. Mennyi is kéne? Tehát, tehát azt beszéltük, hogy 600-ba állapodtunk meg, és 126 van neki. 75.600 dollár. 26.000 van nálam. 1000. 40. Kiveszek 50.000 dollárt. Hú, már csak 41 maradt. Gyalog van, az nice. Megnézem azért a szintjét. Ötös szintű. Az... kicsit karcsú, de nem baj, én is csak hetes szintű vagyok, úgyhogy legalábbis papírom. Na, várjatok, lehet, hogy mégsem lesz üzlet. Na. Akkor... valit elszállom. Én. Már előveszek egy másik számológépet is. Van itt egy az asztalomon, de azt a kínaiba vettem, úgyhogy ki tudja, hogy mennyire faintos. Azt mondja 600x 126, 75.600. Ja, így lemaradt.
Na ez is megvan, még sincs este. Gyerekek, majdnem elköltöttük az összes megspórolt pénzünket, tehát 40 ezer dolcsunk maradt. Valljuk be, nem sok. De kötöttünk egy szerintem jó üzletet, mert azt mondom, 600 az fixen, tehát azért nyílt mi is el szoktuk tudni adni. Tehát ha már 601 dollárért adom, akkor én már profitban vagyok, de... ugye? Én egy 650-nel azért számítok, de amúgy 700 körül is elmegy ez. 126, az úgy már 81 ezer, tehát majdnem 10k-t fogunk a sztorin. Ami ugye alapvetően nem egy rossz dolog, de szerintem ez el fog menni drágában is. Úgyhogy vissza a rejtek helyre, és eldobjuk a lőszert. Biztos, ami biztos alapon, hogy fasza legyen minden. Most igazából az lenne a legtöbb, hogyha tudnám adni egy bundle-ben, tehát szereznénk mellé egy alkát, akkor fixen jó áron el tudnám adni. Úgyhogy még ezzel próbálkozzunk meg. A K47 érdekel. És ugyanakkor, ha nem sikerülne esetleg jóra eladni, akkor viszont viszonylag jó áron vettük a lőszert, úgyhogy legfeljebb akkor elhasználjuk egy rablásnál, vagy valami hasonló sztorinál, úgyhogy azt mondom, hogy rendben lesz a sztori. Most srácok, hirdettem lőszert, és jön itt is az első hívás nagy nehezen. Halló. Sza. Kérdezzük, hogy azért tételekben benne vagyunk-e, ennyit keresse. Azt mondom, hogy 675 dollár irány ára. Irányára. Ja. Egész jól indulunk egyébként. 650. Ha, 660. 660-ra le tudok menni. Mit szól? Mi ez a telefonszám? Azt az eget, skacok! 11 000 100, azt az eget! Itt már profitba lennénk, ugye kis számom, 126-szor, 26. Már 4000 dolcsit keresnénk. Ez így érdekes volt. Visszahívom azért. Jó, hát erről ennyit. Egyébként a telefonszám miatt akkor is volt tenni gyanú volt, úgyhogy totál. Minek lenne ilyen telefonszáma, ha nem kormányszervnek egyébként, tehát hogy így legalábbis a végig gondolom logikusan. Na mindegy, majd lesz más, aki elviszi. AK47-től tény eladó. Na srácok, úgy látszik, hogy egy másik időpontból szerencsésebbek vagyunk a hirdetéssel kapcsolatban. Most egy kicsit többen kerestek meg.
Megpróbáljuk elsózni nála. 660-ra le tudok menni. Mit szól hozzá? Gyerekek? Alkudozni senki nem szeret? Hát, ha most sikerülni fog, srácok, $650 is hiszem, hova kéri. Na srácok, úgy tűnik, hogy sikerülni fog a biznisz. Beleegyezett az árával, úgyhogy elindulunk a kórházhoz, oda kérte, és még azt mondom, ilyen kis tételt taktika nélkül is meg lehet csinálni. Úgyhogy induljunk el a kórházhoz. RX-7-es. Hoppá. Tikka vontató. Valahol amúgy Nari garázsa, lehet, hogy ő volt. Jó, de borul ez a kis golfocska. Nem vagy gyerekek, alap jó az, jó az. Rafi van itt, úgyhogy óvatosan. Ó, az öv. Bassza meg. Sensus 6x 625-ös. Még egyszer átszámolom, 625,
78.750-es. Na, srácok, csak sikerült elpasszolni a lőszert. Úgyhogy ezzel is beljebb vagyunk, kerestünk egy kis apró pénzt. És a következő fázisban úgy megint illegált kell vennünk, és megint egy kicsivel drágábban elpasszolni. Ugye most nagyon sokat nem kerestünk rajta, de legalább egy kicsit hirdetések ára visszajött, egy kicsi maradt is, pár hát konkrétan kiszállom nektek, skacok, ugye 600-ba vettük, mínusz 600-szor 626. Na jó, ez a számológép erre nem képes, úgyhogy akkor 600 faszt, mert 25 dolcsi van ugye lőszerenként, úgyhogy 25-ször 126 dollárt kerestünk. 3000 dolcsi. Akkor mi kerestünk is rajta, srácok, rendesen azért. Azért az nem rossz. Azt leszám, tehát belevesszük azt, hogy gyakorlatilag próbálkoztam 10 percet hirdetéssel, és utána leléptem a szeróról még egy 5 perc alatt, tehát 15 perc alatt ennyit kerestünk. Lehetne jobb is, de nem olyan rossz egyébként. Nagyobb tételbe, ugye, tehát ha több pénzem lett volna, és mondjuk veszek 1000 darabot, akkor ennek sokkal nagyobb a haszna rajta, úgyhogy megéri egyébként, srácok, lőszerekkel kereskedni, látjátok, itt is megoldottuk a szitut. Na srácok, ezt a videót egy sikeres bizisszel sikerült lezárni. Kis szó ismétlés, de belefér. Úgyhogy srácok, ha tetszett ez a rész, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, meg is lájkoljátok a videót. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.